Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy sokan már megérkeztek. Ibolya adott nekem egy kis időt, de majd el fogja mondani, ez most a biatormágyiakra való tekintettel az 5 perc. Egyébként majd nyilván erről is lesz szó az előadásban. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm körülbe Görög Ibolyát. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szeretek bemutatni olyan szakembereket, mint Ibolya is, klasszikusokat, köztünk élő klasszikusokat. De azt gondolom, hogy a protokoll nagyasszonya szerintem mindenki számára, nem csak Biatorvágyon, hanem Magyarországon, meg nyilván nemzetközileg is sokan ismerik őt, meg a munkásságát. Úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, mert hiszen mindenki arra kíváncsi, hogy majd ő mit fog nekünk mondani. Még azt szeretném elmondani, hogy az előadás végén, ha valakiben maradt kérdés, akkor lehet kérdezni így nyilvánosan is, de nyilván kint is, mert hogy Ibolyának készítettünk egy asztalszékkel, és mellette a lényeg, hogy egy csomó könyvet hozott a kisgombos könyvesbolt, és ezt meg lehet vásárolni, és akkor ő fogja dedikálni. Úgyhogy fogadják nagy-nagy szeretettel Görög Ibolya protokoll szakértőt. A nyilvános, a rendezvények protokollja van most kivetítve, de a nyilvános... Hát ez ugyanaz tulajdonképpen. Megnyilatkozásnak a protokollja. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nagyon örültem ennek a meghívásnak, mert ez az a téma, amit én nagyon szeretek, mert ugye ezt csináltam, az egy 87-től 99 márciusáig miniszterelnöki protokollfőnökként, hát rendezvényekben dagonyáztam, állandóan volt valami, és akinek ez a munkája, vagy érintőlegesen benne van, vagy akár vendégként is ott van, remélem, hogy fog tudni adni egy-két tanácsot. Azzal kezdeném, hogy a honlapomon van fönn e-mail cím, és mostantól nekem írjanak. Ha bárhol elakad bármilyen magánéletben, vagy bárhol, imádom, mikor nekem írnak, mert akkor úgy érdemes élni. Szóval az olyan nagyon jó dolog, úgyhogy azt kimondottan kedvelem. Azt hiszem, hogy egy kicsit nagyot akarok harapni, nagyon sok mindent hoztam el, mert annyira buzog bennem az egész rendezvényszervezéses dolog, hiszen nagyon fontos dolog az, hogy amikor egy rendezvényt az ember csinál, vagy benne van, hogy az ne legyen nevetséges, ne legyenek gigszerek, tehát az egész az maradjon meg, hogy jó rendezvény volt. Mert ha mit tudom én, kialszik a lámpa, akkor tegnap voltam, képzeld, kialudt a lámpa, ennyi marad meg. Tehát az embernek tudni kell, hogy ott mindent pontosan meg kell csinálni. És ennek ugye a felelős a rendezvény szervező, vagy a protokollos, hiszen úgy is mondhatnám, ugyanaz a munka. És ezt a képet azért hoztam el, mert ez tipikusan megmutatja, hogy mi a mi feladatunk. Az a kép ugye még Merkel asszony volt, közös sajtótájékoztatón, Merkel asszony elejtette a tollát, Orbán Viktor megfölvette. És ez a kép úgy ment ki a nemzetközi sajtóba, hogy a magyar miniszterelnök meghajol a német kancellár előtt. És ez a protokollos hibája, mert nem Orbán Viktornak kell fölvenni, hanem a protokollos, mint az őrült rohan be felvenni azt a tollat, és ha ő látta volna, hogy valaki jön be azt fölvenni, akkor már nem ő hajol le. Tehát a rendezvényes az nem úgy csak úgy áll és szép, hanem az állandóan valamit csinálni kell és dolgozni kell. A viselkedéskultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel délbe este minden van. Arról most csak érintőlegesen fogok beszélni, hiszen az most sokkal inkább a rendezvényekre megyünk ki. Az etikett az ilyen nagyon túlszabályozott, nagyon ceremoniális. Hétköznapi etikett nincsen, bele lehetne pusztulni. Tehát egy ceremoniának, egy esküvőnek etikettje van, a lakodalomnak megviselkedéskultúrája. Hát egy darabig. A protokoll viszont, a rendezvényeknél a protokoll azért nagyon fontos, mert a protokoll az egész világon egyforma. Bárki bármilyen kultúrába jön, egy szinten már egyformán viselkedik azért, mert az eltérés is jelent valamit. Tehát borzasztóan fontos dolog, hogy ennek tényleg meg kell tanulni a protokoll szabályait. És én esténként szóval biciklizem, iradók alatt, és néha nagyon felgyorsulok. Ugyanis ami nekem a sok fájdalmas pontot látok, de a legszerintem az állami jelképek használata. Hát azt még törvény is szabálya, alaptörvényünk is szabályozza. És borzasztó sok hibát látok, például a zászlók kihelyezése. Ugye azt tudja mindenki, hogy a jobb oldalam a főhelyem, tehát a magyar zászló jobbjára kell kitenni. És nem úgy, ahogy látom, hanem így én vagyok a magyar zászló, így jövök ki a falból. És nekem a jobbomon jön ki a másik.
Tehát én vagyok a magyar zászló, és nekem a jobbomon, és ezt nagyon sokan eltévesztik, meg például olyanok, hogy több zászló van. Középre az egész világon, bárhol vagyunk középen, mindig a saját ország zászlaja áll. És akkor onnantól jobbra-balra, jobbra-balra. És az állami jelképek használat aranyos példa, itt ezt, ha megnézik, ez egy mexikói zászló. Hogy aki ezt felrakta, nem nézte, mit raktam föl, gyerekek, nem? Hát ha már csinálok valamit, miért ne csináljak jól? És ha már az átlagról van szó, megint csak olyan, ami általános hiba. Ugye az alaptörvényünk szerint a zászló az piros, fehér, zöld, vízszintes, sávos. És nincsen benne a címer. Az adott területnek a vezetője, tehát miniszter, polgármester előírhatja, hogy náluk legyen benne, de olyankor a címer függőlegesen megjelzi a mezőket. Na most, ha lobogó van, ugye a lobogó az madzagon fölhúzott föntől lefele, milyen sorrendben, ahogy ment föntől lefelé, úgy megy balról jobbra. De ha itt belerakom a címert, ez itt konkrétan fekszik, belefeküdt a két sáv közé. Tehát ez nem jó. Ez nem jó lázló. Hogyha akarom, hogy a lobogómnál legyen a címer, akkor fölé rakom mellé, alá, valahol, de ez így nagyon nem igazán. És rengeteg helyen látok ilyet. És ha már állami jelképünk, ja, a piros-fehér-zöld az nem érhet le a földre, majd a szalagátvágásról beszélek egy pár szót. Himnusz és a szózat. Na most a himnusz és a szózatnál azt mondanám el, hogy nem kell állandóan, tehát nem minden ünnepséget nyitunk himnusszal, meg zárunk szózattal, azok a nemzeti ünnepeinken vannak. Ugye három nemzeti ünnepünk van, március 15-e, augusztus 20-a, ami állami ünnep, és október 23. Tulajdonképpen ezeken kell a himnusz. Persze, mit tudom én, egy tanévzáró, vagy valami esetleg beleférhet, de ezeken a hármokon kell csak használni. És nyilván olyankor egyenesen állunk, és amit mondanék, hogy most nagyon divatos az amerikai hatásra, hogy egy szál valaki énekli el a himnuszt. Hát milyeneket hallunk? Hát nem? Egyik borzasztó, már a magyar himnusz egy kórusmű. Azt nem lehet egy szálba. Meg egyik ünnepségen láttam nem olyan régen, hogy kinnált a színpadon egy szál hegedű művész, és egy szál hegedűvel játszotta el a himnuszt. Borzasztó volt. Mert az milyenek az egy ilyen tömeges, tömeg énekli a dolog. Egyébként, hogyha énekkar énekli, akkor ne énekeljünk vele. De a zenekar játsza, vagy gépről megy, akkor lehet énekelni, aki akarja. Hát nyilván egyenesen kell állni. Hogyha külföldi vendég is van, akkor az első, a fogadóország himnusza, aztán hangzik el a vendégé. És ha már a piros-fehér-zöld, hát ez szerintem ehhez igazából nem is nagyon kéne semmit hozzátenni, mert ez így szép, ahogy van. És ha már szalagátvágás, most már mindenütt szalagátvágás van. A szalagátvágás meg a faültetés, az a kettő, annélkül nincs rendezvény. Tévében látjuk, egyik uszodánál láttam, a medence hosszába a szalag, és ott álltak 72-en, hogy egy darabot már még én is levágja, megmutatja, van neki. A szalag vége meg leesik. Egy szalagátvágásnál az első teendő, hogy a két végére rászervezem a két hosszú szőkelábút, aki elkapja azt a szalagvéget, az nem eshet le a földre. Egyébként hogy kell ezt szépen csinálni? Hát nem egy alkalommal volt. Tehát a szalag, ugye az átadandó rész, na megint valami elment, mindjárt visszamegyek. Az átadandó rész az valahogy ugye erre fele van, és így gyülekeznek a népek, a valami harsona vagy bármi, és akkor a narrátor megnyitja, elsőnek beszél mindig a főházigazda, ezt majd meg köpszorban, bárki van ott a főházigazda, és fölkérje a fő vendéget, hogy adja át az intézményt. És a fő vendég vágja. Maximum ketten vágnak, de nem kell mindenkinek. De hogy akkor nem látszódnak. Hát az úgy szokott lenni, hogy mögötte állnak, és akkor mögötte látszódnak. Egyébként, amikor a Pentele hidat adta át Gyurcsány Ferenc még miniszterelnökként, valószínűleg olvasta a könyvem, mert ezt így csinálta, hogy levágta, odalépett, neki ugye bekínálják az ollót, elvágja, és a szalagdarabot az ollóval visszateszi a párnára. Ha látták volna a tömeget, hogy és akkor szalagdarabot nem kapunk, és akkor hol a szalagdarab, pánikba estek. Én már olyat is hallottam, hogy útátadáshoz már a meghívóba elküldik a szalagdarabot. Totál káosz. Egyébként hoztam egy-két olyan hibát, ami jellemző. Hát ez milyen szép itten. Szóval
nem kell, nem, ketten állnak, de nem kell mindenkinek. Az egész legalább egy sorba állnának, vagy valahogy, de így disekszik mindenki, hogy figyelj, már van szalaga. Ez meg hát, hogy ugye meg kell, hogy elvágom ezt a szalagot. Ez meg azért, mert nagyon sokszor hiba, ezt a hivatalt itt gondolom adták át, és ha megnézik, ezt bentről kifelé vágták. Hát még nincs átadva. De hát akkor a sajtó hogy fotózza? Hát ilyenkor mi a megoldás? Itt van a bejárat, akkor nem oda rakom a szalagot, hanem ide, és a sajtó két oldalról fotózza az átvágást, de nem bentről kifele vágom át. Na, a szalag átvágásnál volt a Gödön volt a Samsung gyáravatása még annak idején, direktcsővel mondom, az öt beruházás meg minden, és hát a koraiaknál tudni kell, hogyha valaki egyel magasabb a rangsorban, az félisten. Ha kettővel, akkor az az Isten. Szerencsétleneknek nem hogy a magyar miniszterelnök oda ment, hanem még a nagy Samsung elnöke is idejött, totál pánikban voltak annyira, hogy engem fölkértek segíteni, hát nő mindegy, most már legyen. Belementek, aztán amikor a számlát vittem, csodálkoztak, na mindegy. És akkor Megyesi Péter volt még a miniszterelnök, és hát én őt régebbről ismertem ugye munkám kapcsán, őt már persze nem szolgáltam, és mikor megérzett, mondom, miniszterelnök úr, mikor odalépnek a szalag, ja igen, és az koreaiak mondták, hogy akkor a nagy Samsung, a helyi Samsung, meg a Megyesi vág. Na, hárman vágnak, egy szalagdarab, 7 centség leesik, mondom, vágjon a nagy Samsung, meg a Megyesi, és adják át a szalagdarabot a helyi Samsungnak. És akkor osztottak, szoroztak, hogy jó van, mindenkinek van munkája, rendben van. És a Megyesi, mikor azt mondom, miniszterelnök, amikor a szalaghoz odalép, megkérem, hogy a bal kezét tegye a szalagdarab alá. És láttam, hogy fogalma nincs, mit mondok. Hát, és akkor a szalaghoz ment, akkor láttam, hogy úgy rájött, odarakta, és milyen igazam volt, mert a nagy Samsung az átvágta és így csinált. Sikerült, gyerekek, és ő kapta el a szalagdarabot. Tehát a lényeg ennek, hogy egyébként meg a szalagátvágásnál is, hogy az a piros-fehér-zöld tisztelete, hogy az nem ér le a földre, hogy rászervezem, és valahogy rá kellene mutatni, hiába most mindenki ott áll egy sorba, elmagyarázni, hogy mennyivel szebb lenne, ha mögötte állnának, és akkor háttérként rajta van mindenki a képen, de ne a szalagdarabot most spagettizzék föl. Na, a másik ilyen népszerű ünnepségünk az a fajültetés. Hát, az nagyon kell. Fajültetés. Na most azt kell tudni róla, látom, hogy szakmabagyak, a végig rögítek, szakmabagyak vagytok, hogy a faültetésnél nem az a fa a lényeg, az a szerencsétlen fa legtöbbször nem is marad meg, hanem az emléktábla mellette, hoppá, az emléktábla. Na szintén Samsung, aznap ugye jókorán lementem, és látom, hogy a betonudvaron a rendezvényesek vörös szőnyegeket görgögetnek le, azt a szél meg úgy emelgeti. Mondom, mit csináltak? Hát a koraiaiak mondták, hogy a miniszterelnök nem fog tán a betonon menni. Mondom, hajtsátok föl, mert ha képen tölli, rosszabbul jár. Megyek, odaérek a felültetés helyszínéhez, gyönyörű szépen műgyeppel így megcsinálva, ahogy kell, és látom, hogy két hostess kislány fehér kreppapírral tekeri be a vadi ujjásoknak a nyelét. Mondom, mi van, vak is lesz? Azt mondja, nem, de hát a koraiaiak mondták, hogy a miniszterelnök nem fogja meg tán azt a fát. Hát már láttam, hogy majd mi betekelték, mondom, jól fejezzétek be. Megjelent megint egy kislány egy tálcán, ilyen hófehér kesztyűkkel. Mondom, ezt mi hoztad? Mert a koraiak mondták, hogy a miniszterelnök nem fogja meg tán a kezével azt a fát. És úgy elképzeltem, amikor a Megyesi így... Mondta, ha valakinek kell, nektek szólok elsőnek, álljatok oda a sarokba. Tehát nem szabad túl tupírozni egy rendezvényt, mert akkor nevetségessé válhat. Egyébként ez tulajdonképpen egy helyes kérdés, tehát ki van ásva, bele van téve a facsemete, ott van a látványkupac föld, és tulajdonképpen ez maga a faültetés, tehát nem kell ottan kiásni, meg minden. Meg az alapkőletételnél is, ugye a Rákosi elvtárs még a malterrel a piros téglát ugye tette le, ma már ez ilyen keszomba teszik le ezeket a csövekbe a alapított okmányokat. De amin én megdöbbenek, hogy erre piros-fehér-zöld szalagot kötnek, azzal engedik be az aknába, és talán bedobják a szalagot is. Szóval egyszerűen megőrülök. Egyébként a legszebbet azt a német kultúraházában láttam a Lövölde utcában Pesten, Lövőház utcában. Ott az előtér, ugye Vörösmarty várvány az előtér, és egy helyen
egy üveglappal van elválasztva, és ott belül az a kicsit olyan rögös kövek még úgy látszanak, és ott van benne az okmány, az alapító okmány, és az le van üveglapozva, az az alapkő. Tehát nem kell ez a minden áron a követ letenni. Szintén sokat derülök a diátadásokon. Na most a diátadásnál hát rengeteget, több mint 12 éven évig dolgoztam protokollfőnökként, 1000 díj, ilyen díj, olyan díj, kiváló, mérvadó, minden. De higgyék el nekem, amikor arról volt szó, hogy álltam a sor végén, mint a nemecsek, és ott vált Göncz Árpád, és akkor, hogy és végül Görög Ibolya a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje. És ezt mentem ki átvenni, libabőrös voltam, de még most is az érzéstől. Tehát ez a nap arról szól, aki azt a díjat kapja. Tehát a díjátásra, mikor ünnepséget, azt kell tudnunk, hogy az arról szóljon, aki azt a díjat kapta. És ezt hogy kell ezt csinálni? Hát megvan a narrátor, elnökség, itt ez egy kis asztal, humánpolitika van ráírva, ezen vannak az átadandó érmék meg a dosszajok. Gyülekezik a nép, és a ültetésnél tudni kell, hogy a kitüntetetteket az első sorban kell tenni, mert onnan tudnak kimenni. Tehát le kell választani a feleség, férj, házmester, minden, oda csak az jön, aki kapja azt a díjat, le kell őket választani, és ha betelik az első sor, akkor a sorok élébe kell ültetni, hogy könnyen ki tudjanak menni ezt átvenni. Gyülekeznek, felvonul az elnökség, esetleg himnusz, mit tudom én mi, narrátor köszönti a megjelenteket, és fölkéri a fő házigazdát, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Ő kimegy, megtartja, majd visszamegy az elnökségbe. Utána fölkéri vagy ugyanőt, vagy a másikat, hogy adja át a díjakat, ő akkor kijön, egy olyan kéznyújtást nyújt a humánpolitikástól, és elhangzik az első név, Apkarovics Jenő. A humánpolitikástól megkapja az átadandót, kijön Apkarovics. Na most itt van a lényeg, hogy a kitüntetetnek nagyon sokáig kell kimenni, mert addig tapsolják. Tehát oldalt, lépcső, föl, minél hosszabban menjek ki, mert végig tapsolják. Ez a lényege, erről szól az ünnepség. És mikor kiér, akkor a kitüntető átadja, majd elsőnek gratulál hozzá. Olyan nincs, hogy átadom, de nem gratulálok. Tehát ha már aláírta, hogy átadja, akkor már gratulálni is kell. Hogyha az elnökség akar gratulálni, akkor álljanak ki, mert aki most kapta ezt a díjat, meg azt az érmét, az nem megy oda, hogy nem akarna nekem gratulálni. Tehát akkor oda ki kell állniuk, és akkor ők is elsőként kezet nyújtva, mindegy, hogy férfi vagy nő, elsőnek kezet nyújtva gratulálnak. Hogyha ez egy nagy darab tárgy, tehát nem csak egy ilyen érme meg dosszaj, akkor a nagy darab tárgyat kell átadni, akkor az átadó először gratulál, aztán megfogja te. Tehát akkor utána átadja neki. És amit szokott, elő szokott fordulni, milyen malőr, hogy Kovács Béla kiváló munkájáért kap egy dossziét meg egy érme. 25 éves munkájáért dossziét meg egy érme. Következő Szabó Bernátné, 25 éves munkaviszonyáért dosszié érme, meg a vödörből kivett jóvizes nyelű csokorvirág. De miért? Miért kapja ő ezt a díjat? Azért, mert nőből van? Nem. Azért, mert ő dolgozott. Tehát neki nem kell adni. Hát a Kossuth-díjnál csak azért, mert nőből van, nem kap külön virágot. Tehát ott nem kell átadni virágot. Legfeljebb majd távozásnál a nők kapnak egy-egy szálat, vagy valamit, de ott a színpadon, fogjad aztán, anya de jó. Szóval azt, hogy mit csináljon vele, szóval azt úgy nem. A másik malőr, hogy elhangzik a név, hogy Kelemen Gyula. Nincs itt a Kelemen. Nem jött el a Kelemen Gyula. Az ünnepség arról fog másnap szólni, hogy nem jött el a Kelemen. Tehát ezt a rendezvényszervezőnek meg kell tudni előzni. Ilyenkor regisztrálunk. Na most a regisztrációhoz annyit, hogy régebben, talán ma már nem hiba, hogy good evening, I am Smith. Sö. Hát nálam nincs. I am John Smith. Ja, akkor a jéné van. Tehát a nemzetközi konferenciáknál is családnév vesző, keresztnév doktor, tehát a családneveket veszi a gép ABC-be, és egy asztalnál regisztrálni maximum 50 ember regisztrálhat. Tehát, hogyha nekem 150 fős a rendezvényem, akkor 3 asztalon van, és ki van írva, hogy A-tól J-ig, K-tól N-ig, tehát melyiktől melyik, és nem ide van kitéve, mert ott állnak emberek, hanem ide fölülre, hogy lássák, hogy hol kell regisztrálni. Na nincs itt a Kelemen, tehát a Kelemen nem jött, te mit csináljunk?
A ünnepség előtt pár perccel nézzük, hogy itt vannak-e a kérdőt, hogy én nincs itt a kelemen. Akkor szólni kell a narrátornak, hogy figyelj, nincs itt a kelemen, és a humánpolitikásnak is, hogy nehogy már a Kovácsit adja oda a kelemennek. Ilyenkor elhangzik ennek, hogy Kelemen Gyula, hát ha megjött, aki ez, meg ez, meg ez. És akkor halk tap minden. Ja, a tapsról visszatérve, hogy mondtam, hogy kifelé van a taps, tehát Apkarovics följön taps, megkapja, és elindul vissza. És visszafelé nincsen taps. Tehát, hogy ez a taps nincs, úgy kell megelőzni, hogy mikor Apkarovics elindul vissza, a bajzátot már hívom rá, és a bajzát tapsára megy vissza az Apkarovics, és végig tapsban maradunk fölül. Ha csak egy valaki kap kitüntetést, az illik, hogy ott egy köszönő beszéddel röviden megköszönje, de ha többen kapnak, a több ember egy nevében egy valaki nem áll ki megköszönni. Utána jön még egy kelepce. Ugye, mint ceremónia, a ceremóniának kötelező része az egy pohár pezsgő. Na most széksoroknál nem lehet pezsgőt bekínálni a széksorok közé. Nyilván akkor hátul ilyen légyfogó csapdába állnak a pincének, hogy oda vonják oda az embereket. És esetleg egy kis fogadás is van. Na most ez az illető kapott egy dossziét, meg egy vázát. És megy, és hát ugye akkor fogadásra menni, de a fogadáson ugye ott nyüzsi minden evés, ivás. Egy átlag ember lerakja és megy enni, de ő ezt most kapta. Ő ezt nem fogja letenni. Ezért a bejáratnál asztalokat kell tenni, mellette áll a hosszú szőkelábú, mert hogy neki csak, és ott le lehet tenni. Lerakhatom, igen, mi úgy csináltuk, hogy neveket írtunk, és akkor dossziénél váza, és miért kell mellé a hosszú szőkelábú? Mert aki most kapta és leteszi, megy be, meg van még. Hát mert azt most kapta. És aranyos, hát remélem, hogy ma már azért ilyen nem nagyon van, de rengetegszer előfordul, ünnepség, nagymama törölgeti a könnyeit, titokban ott hátul egy kis interjú folyik, pohár csöngés, és megjelenik a költségvetési osztály, hogy hogy azt miért nem lehet másnap elkérni. Szóval hát ez valami őrület. A Kossuth-díjnál, vagy a Kossuth-díjat átadják, és amikor mennek ki, ott van egy a szoba, ki van nyitva az ajta, ott lehet fölvenni a pénzt. De nem a költségvetés, átvételi elismerő. Na, a díjatáshoz még egy, ugye a nemzeti ünnepeinken szokás átadni különböző szempontok szerint a díjakat. Akinek ez munkája, vezető mellett dolgozik például, az másnap nézze meg az internetet vagy az újságot, hogy ki kapott ilyet, és aki kapott és a főnökömmel kapcsolatban van, annak illik gratuláló levelet írni. Ha lehetne e-mailt, hanem rendes levelet. Aki viszont ilyet kap, azt nem kell írásban külön megköszönni. Csak hát könyvelték, hogy ezt részve. Ilyen volt. Na, szintén gyakori ünnepségünk a koszorúzás. És a koszorúzásnál ugye annak mi a menny? Hát nyilván nem az illető viszi azt a koszorút, hanem előtte viszi két cserkész, két katonatát valaki viszi, ő megy mögötte, a két katona leteszi, ilyenkor a fenekük ugye felén van, meg kell várni, míg fölállnak, és olyankor egy főhajtás. Ennyi. Maximum, ha nagyon köze van az ügyhöz, akkor megtett odalép, a szalagon igazít, visszalép és fejet hajt. Ennyi az egész. Na most ezt nekem kevés polgármester hiszi el, mert szereti ő vinni. De akkor legalább egy csokrot vigyen, mert a csokor is olyan gusztustalan, ragacsos az a fenyős nyele meg minden, azt se lehet olyan szépen elegánsan vinni, hogyha nagyon, akkor egy szál virág, hiszen rengeteg ünnepség van, mit tudom, 60-an is köszönöm, és akkor mindenki egy szál virágot letesz, visszajön, fejet hagy. De nem kell ez a oda cipelni, azon nem nagyon jó. Hát ez ritkán van. Na most az emléktáblánál, ugye falnál, az emléktáblánál, ja meg a koszorúzásnál, ugye a szoboravatásnál, meg a emléktáblavatásnál, ez a lepel. Akkor lehet lepel, mondjuk egy szobornál, ha ez gömb, egy gömb. Mert mihelyt valami alakzat, abba beakad a lepel. És ha a lepel beakad, akkor röhög az egész közönség, és akkor minek volt az egész ünnepségünk. A szobor felavatása a koszorú elhelyezésével történik, és nem pedig a lepel lehúzásával. Meg ez az emléktábla, hát nekem az egyik miniszterelnököm, szerencsére Boros Péter csak pár hónapig volt, agybajt kaptam tőle, ő leplet akar lehúzni egy ilyen tábláról. Most előzőn a próbálgattuk, cellukszal, gemkapocs, hogy egyáltalán mivel lehet, hogy az ne essen le magától. Na, fönn volt,
És hogyha 10-szer lejött akkor, amikor én rántottam, akkor lehet, de már a harmadikra leesett magától. Tehát nagyon nehéz, nem kell ez a lepel arra se, hanem ott a babérkoszorúval helyezzük el. Na most a koszorúkat azért szeretem, hogyha a rendező rendeli meg, hogy egységes méretűek legyenek, mert a babérkoszorúnál viszont a méret az egyforma, de a madzagja nem. Úgyhogy csak kevés, mondjuk két szögem van, és van 6 koszorúm, akkor az egyik koszorúnak hosszú madzagja van, és rájön a rövid madzagos. Tehát azt a szervezőnek kell úgy megszervezni, hogy ne így szanaszét álljanak azok a szerencsétlen babérkoszorúk. Koszorúzás sorrendje. Állami ünnepségeken az állam képviselője után a népképviselő, tehát a parlament jön. A pártok olyan sorrendben, amilyen nagyságrendben a parlamentben vannak. De a városnál viszont a városi önkormányzatban betöltött létszámuk szerint jönnek a pártok koszorúzni. És ugye, amikor lerakják, utána nem itt mennek vissza, mert a másik meg már jön. Tehát kell legyen elvezető utat is biztosítani számukra. Ezt csak a neten találtam, aranyos kis kép. Ez a polgármester néni nagyon meg akarta tisztelni az ünnepséget. Szépen ki is öltözött, és vett még egy kalapot is a fejére. Na most a női kalap, arról tudni kell, hogy ha azt egyszer fölraktad, az fönn van. Egyedül a munkahelyen kell levetni, de akár templomba, étterembe, bárhol, az fönn van, de neki nem kell. Férfi ember nyilván leveszi a kalapját, tiszteletben, a nőnek nem kell levenni a kalapját. És még egy másik, Putyin nem egy népszerű ember, valóban azért tudjuk, hogy na tudunk róla egymást, de egy biztos, hogy a protokollhoz piszok jól ért. Tehát ő ebben nőtt föl, tehát vérében van, és az ismeretlen katona sírjánál, a koszorúzásnál zuhogott az eső. De ő nem, a biztonsági őr nem fogja itt vinni fölött, tehát akkor hogy néz ki az egész, hanem ő ázott, mert ott megadta a tiszteletet neki itt, így kellett mennie, mert hagyázzon. Szóval ha már tiszteletet ad, akkor már, de nem tud ernyővel ott tiszteletet adni, tehát ez így volt helyes. És egyébként a legjobb koszorú szoboravatás, amit láttam, egyébként a honvédség szervezte, hogy ez a két zászló volt, és amikor avatásra volt, akkor elemelték ezt a két zászlót, és akkor fel lett abatva a szobor. Tehát ez így is megoldható. Mondom, nagyon sok ünnepségünk van, a lényege, hogy nem szabad túlcirkalmazni, mert minél több lufi meg minden, annál több a hiba lehetőség. És ahol hiba lehetőség van, azt meg a szervezőnek előtte 4-5-ször le kell próbálni, hogy az ünnepségen magán ez ne történjen meg. Na, gyakori, és minden alkalommal van valami elnökség. Tehát nincs olyan ünnepség, hogy ne legyen elnökség. Valljuk be őszintén. És az elnökségről mit kell tudni? Az elnökségbe nem kell kiülni mindenkinek. A hallgatóság egy huszada ülhet ki, tehát 100 ember, 5 ember. Mert ha több, akkor az egész terem fejre áll. Tehát oda nem kell. Aki viszont különnek ott, akinek funkciója van, az üljön oda ki, az asztal mögé. Tévében látni olyan sokat, hogy kiülnek, még én is. És így lógnak körbe a fenekek az asztal körül, tehát annak mögötte kell ülni. Az elnökségi asztalnál úgy kell tudni kiszámolni, hogy a szék középtől a szék középig a 70 centi meglegyen. Mert mi van, ha nincs meg, ilyet is sokszor látni a tévében, hogy leül, és a kockacukor a dobozba, átlagember ilyenkor mit csinál? Hát hátradől. Így meg már nem elnökség, csak beugrottam egy sörre. Akkor az elnökségben egyenes terek az asztalnál, az az elnökség, egyébként nem. Tehát meg kell ezt a távolságot hagyni. Az elnöki asztalt elől le kell takarni földig. Ugyanis a kinnülő embernek ez a közszereplő része, és közben így áll a lába. És akkor tehát tegnap voltam egy konferencián, konkrétan láttam a görögi bolyabugyját, kész. Tehát az marad meg, tehát be kell takarni földig. Ha meg ilyen színpad van, nagyon szépen kérem a rendezőket, hogy soha ne ültessenek ki csak úgy embereket, mert lentről nézik. Nincs az a csinos női láb, amelyiken jó néz neki, hanem ugye lentről látjuk a combokat, mindig asztal mögé kell ültetni. Vagy legalább fél oldalra, mondjuk egy beszélgetős műsornál, de nem szembe. Szintén tévébe kiülnek fotelekbe, pláne férfiak, és ez a vezérhím nagy terpezbe. Tehát nem ültetem ki pucéran, hanem mindig úgy ültetem ki, hogy legyen előttük valami. Visszatérve még erre az elnökségre, sorrendiség.
középen, hogyha csak nincsen vendég, csak saját rendezvényünk van, középen ő főember ül, és tőle jobbra-balra ülnek. De ha van vendég, mondjuk egy lakossági fórumra lejön egy miniszter, azt nem vigyeztem be középre, középre mindig a főházigazda ül, a polgármester, és a főhely az ő jobb oldala lesz, ott fog ülni a miniszter. Tehát nem őt rakom be, a középső az a dolgozós hely. És ha lehet, akkor ne üljön senki a szélén, de hát valaki a szélén van. Hát ha én úgy számolom ki, hogy székközéptől székközépig 70 centi, meg 35, akkor a szélén van. De ha úgy számolom ki, hogy székközéptől székközépig 70 centi, meg 35, meg még 20, akkor meg nem ül a szélén. Tehát annak legyen egy látványa. És ahogy mondtam, földig takarni, az elnöki asztalra konkrétan semmifajta üzenet ne kerüljön. Magyar kenyér, magyar antyhajban, magyar búzakalász, magyar nemizsomban, magyarból, puff, az egész elnökség nem látszik. Az üzenetnek a helye elől oldalt, fölötte, de az asztalra nem. Meg a virágdísz. Imádom, mikor olyan szép nagy virágdísz fölöttem. Egyik előző kormány miniszterét láttam a tévében, nem mondom meg ki, mert most megint miniszter. És az elnöki asztalba egy ilyen fehér gerberából így nézett ki. És ez neki nem volt egyébként vizuálisan hátrányos. Tehát a virág helye két oldalt elől, de nem rakom be ide közé, vagy nagyon lapos, de nem rakom be ide szépen. Egyedül a vízkerület föl, kis tálca, rajta szalvéta, maximum 3 pohár, de inkább 2 szájával lefelé, és úgy elhelyezni, hogy elférjenek. És hogy az elnökségbe rémeket mesélek el. Emlékeznek, volt 3 év az a szörnyű bói rendőrgyilkosság, meg az őrült lemészárolt egy rendőrön nagyot, és aznap este Győrben sajtótájékoztatót adott, TEK, BM, minden rendőrség, mindenki ott volt. Nézem a tévébe, vonulnak be, hát egy diszkrét ilyen kis csokor, jó nagy víz, hogy ne látszódjék ki senki mögőle, meg pogácsa. Na most, hogy elképzeltem, hogy beül, hogy hölgyeim és uraim, hát az őrnagy meghalt, de finom illatomat, én ezt megtudom. Olyat, hogy elnökségbe enni, hát elképzelhetetlen, hát ne vicceljetek már vele. Hát én ettől el, hogy ki találta ezt ki, hogy az elnökségbe pogácsát. Egyébként néha van olyan rendezvény, hogy meghívnak engem egy beszélgetős műsorba, és akkor ki van téve oda is pogácsát, beszélgetünk, hát mit keresett az a pogácsa? El szoktam vinni haza, na mindegy. És ha már elnökség és ünnepség, nagyon gyakran kérdezik meg, hogy milyen sorrendben kell az embereket megszólítani. Mert hogy itt van a polgármester, a kormányhivatal, a helyi képviselő, országgyűlési képviselő, államtitkár, testvérváros, diplomácia, megyés püspök. Milyen sorrendben? Na most a honlapomon, az előadásoknál van egy olyan gomb, hogy diasor. Direkt nem szlájdokat írok. Ott megvannak a különböző rangsorok, egyházi rangsor, egy diplomáciai rangsor, mert rangsorok fel vannak sorolva, arra van szabály, de a vegyesre nincsen, hogyha több faluból vannak, akkor mi a rangsor, olyan nincsen. Ilyenkor javaslom mindig, hogy nekem adják le e-mailben, és akkor én besorszámozom, hogy legalább annyi, hogy szakembert kérdeztek meg, csak ilyenkor jelenteni kell az SF értéket. Ez a sértődési fok. Egyet-kettőt tud javasolni. Tehát, és a másik, hogy a legfontosabb, hogy én megcsinálom ugyan, de nem szabad egyenként mindenkit. Van 17 vippes. Elkezdik sorolni, 6-nál, hogy te, mennyi van még? Még azok ott, az még mind megszólítja, mikor megyünk haza? Az elsőket úgy, ahogy van, tökre elfelejtik. Nem szabad egyenként mindenkit. Ezt nekem még élő polgármester egyébként nem hitte el. Mert ők szeretik egyenként. Tehát először is a tömeget kell megszólítani. Minden rendezvényen először a tömeget. Ez most nem dolog, most akár politika, akár média, van a subi-dubi, egyébként jó estét kívánok, de az már késő, először köszönni kell. Utána a fő, a legfőbb ember, köszöntöm önöket lakossági fórumunkon. Tisztelettel köszöntöm a megjelent miniszter urat. Nagy öröm számomra, hogy jelen vannak országgyűlése is helyi képviselőink. Tisztelettel köszöntöm testvérvárosunk delegációját. Tehát csoportokat mondtak, és legvégén még egy nevet, hogy valami olyan prominens van. Tehát nem szabad egyenként név szerint. Mondom, ezt nekem még nem hitték el sose, de ezt szoktam javasolni. Másik, amire gyakorlatilag kapok kérdés, hogy milyen sorrendben hangozzanak el a beszédek. Nagyon szépen kérem, akinek ez döntése érten a körbe. Egy ünnepség maximum 3 beszédet bír el.
De az a maximum. Inkább kettőt. Mert ha öt beszéd van, akkor már megőrülök. Lesz utána a pesgő? Én nem tudom. Már még ezt meghallgatjuk. És ráadásul ugyanazt mondják, mert mit mondanának másképp mondjuk egy gyárolvatásnál, ötödik ugyanazt mondja. Tehát maximum három, és elsőnek mindig kivétel nélkül, mindig a főházigazda beszél. Ha köztársasági elnök ott van, akkor is ő beszél elsőnek, és ő kéri föl a legmagasabb rangú vendégét. Tehát mondom, nem szabad rengeteg beszédet, mert az borzasztó, szétesik az egész ceremónia. Hát ezt is nagyon nehéz megoldani. Na most, hogy beszél? Akinek ez munkája, hogy beszélje? Aki egy szál álló mikrofon mögé kiállni, maximum a narrátor állhat ki, mert hosszabb beszédni nem lehet. Mert az ember idő után egy ilyen álló mikrofon mögé, úgy mögé akar valahogy állni. Ha meg olvassa, akkor ugye, honnan olvassa, honnan? Honnan? Hip-hop boys megy. Egy álló mikrofonnál a narrátor. Ha mégis ki akar állni, akkor az a szószékkel, az a pódium. És ha nincsen a közelben ilyen szó, ez a pódium, akkor egy asztalka mondjuk zöldövezettel, és akkor ott mellette így az álló mikrofon, és akkor ehhez tud viszonyulni. De egy szál álló mikrofon mögé ne adjuk ki. Ez a kézi mikrofon, ez is csak a narrátornak jó, mert ebben a beszélő vagy közel tartja, vagy távol tartja. Meg ugye mindig itt kellene, hát ott nem tud így beszélni, mert akkor nem hallatszik. Tehát ez borzasztóan megköti, azt nem javaslom. Tehát én azt mondom, hogy inkább a pulpitus és azon a mikrofon. És a pulpitusnál meg, megint dicsekésem, már Gyurcsány Ferenc miniszterelnök volt, de én akkor régen nem dolgoztam be, de készült ki Japánba, és e kapcsán fölkértek engem, hogy segítsek a japán diplomáciai szokásokkal. Meg is voltam, végeztünk is, és akkor utána mondom, miniszterelnök úr, ne haragudjon, nekem volna egy kérésem. Azt mondja, tessék. Mondom, amikor kiáll így a szószékhez, akkor ne tegye föl a karját, mert maga ahhoz magas. Akkor szabad föltenni, ha az pont ott van. Mert ha így se tud, meg így se tud, tehát annak be kell lőni. Én egyébként a fából valóra esküdtem, mert magas miniszterelnök dobogó ki, alacsony dobogó be, mindenkinek eddig kell érni annak a szószéknek. Ez megint csak a szervező kérdése. Ha van tolmács, ugye a szinkron tolmács, hogy a kabinból működik, az rendben van, de hogyha mellette beszél, tehát mondatról mondatra fordít, akkor pedig a tolmács a beszélő mögött áll, de úgy ferdén mögött, hogy azért lássa is, mert a tolmácsnak látni is kell azt, aki beszél, nem csak hallani, hogyha élőben tolmácsol neki. A narrátor, ugye ezt is sok embernek már munkája, hogy narráljon, ugye amikor nyilván az, aki narrátor, az a vendéggel előtte beszél, hogy mégis mit akar elmondani róla, tehát valamennyire kapcsolatban kell lenniük. És imádom, egy városi ünnepségre hívtak meg, vendégként hívtak meg, bennültem a nézőtéren, fönn a színpadon a prominensek ilyen-olyan rangba, és megjelent a színház kis szubrettje, vékony fekete hosszú ruhában. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szabó Kitti vagyok, az önök narrátora. Hát erre meg ki kíváncsi? Majd jön Balin, hogy Özvegy Bajzárné vagyok, az önök ruhatáros. Hát nekem nem utat, akkor mutatkozzon be, mondjuk a művelődésház vezetője, akkor mutatkozzon be, de egyébként, hogy Szabó Kitti, nem mutatkozzon be. Meg amíg sokszor hiba szokott lenni, a gyálok, hogy a Görög Ibolya, aki a miniszterelnök volt a protokoll főnöke, aki ez meg, ez mondja így nekem. Hát én azt meg tudom. Azt kifele kell mondani, tehát néha persze rá lehet nézni, de nem neki mondom, hogy te ki vagy. Szóval azt csak úgy szoktam mondani. Na, és a hallgatóságból szeretnék egy pár szót szólni, ez a késés. Én nem tudom, akárhol vagyok, azzal kezdik, hogy nálunk mindig késve jönnek. De miért? 3 percet, 5 percet késni a simán slendriánság. Akkor már késen egy órát. A másik pedig, hogy ezzel a többiek figyelmét, idejét lopom el. És ha valaki késve jön be, akkor ne kezdje, hogy jaj, bocsánat, akkor buszom el, hallgasson, üljön be csöndben, ne dumáljon. És aki megkint van, hogyha netántán nekem valaki úgy jön be, hogy elnézést, egyszerűen nem reagálok, nem kezdem, hogy hát igen, tudom, hát a busz persze, és üljön le. Hol tartottam? Tehát legalább az én figyelmem ne menjen el. A másik, amikor beszélgetnek. Na most én nálam ez nem szokott előfordulni. Na egyetemen nagy néha még előfordult, de akkor én megálltam, hogy tudok segíteni?
Aztán utána már nem volt beszélgetés. Tehát akkor az ember beül valahova, az azt akarja hallani, és nem pedig beszélgetni akar. Vagy mit tudom, én a himnusz alatt már láttam beszélgetni embereket. Szóval nem tudom megérteni a hozzáállást. Meg ez hát a mobil, hát az külön gyönyörűség. Mobilban különben is nagyon-nagyon haragban vagyok. Nekem is van, imádom, okos, meg nagyon okos, meg mindent. De ez a kettes számú kommunikáció, az egyes az az ember. Aki ott van, vele van szemkontaktusomot. Nem jöhet be bele a mobil, hogy hány óra van. SMS. Annyiszor vele engem orba, hogy nem ér rám néz. Tehát nincs mobilozás. Egyébként színházban voltam, és mellettem ült egy idős, hogy mondom én, hogy idős, hogy... És a két jelenet között nem volt fönn színész a színpadon, csak egy cimbalom muzsika vitte át a dolgokat, és a hölgy benyúlt a táskájába, és elővette a mobilt. Ugye az meg ugye világít. Én meg átnyúltam, és ráraktam a kezem. Szerintem soha többet nem fogja elővenni. Mert függőké váltunk, hogy ha nem történik valami, akkor gyorsan a mobilért nyúlunk már, szinte függőké váltunk, hogy mennyire függőké, egy-e gyakrabban fordul elő, hogy velem, hogy valaki engem fölhív, és miközben beszélünk, ő lehúzza a WC-t. Na mindegy. És a beszéd se legyen parttalanul hosszú, hanem viszonylag rövid mondatokból álljon, mert mondjuk a Kukorelli Endréféle bővített mondatokat nem lehet úgy csak, hogyha az ember nagyon figyel egy ünnepségen, meg nem tud az ember, nem tud mindenki annyira oda koncentrálni, tehát viszonylag rövid mondatokat kell fogalmazni. Viszont aki hozzászól, gyerekek, egy budapesti kerületben voltam, egy kis könyvtárban voltunk, vagy 30-an, nem volt nagy közönség, és hát akkor kinek van kérdése, és ez a nyugdíjas ügyvéd úr, a csokornyakendős. Kedves előadó hölgy, nagyon megkérem, ha legközelebb benn van az önkormányzatban, mondja meg nekik, hogy azt a vízvezetéket, azt az Aradi utcán hozzák, ne a Kálemen utcán. Mondtam, jó van. Tehát, hogy adekváltan a főszereplő, a másik pedig, hogy nagyon sokan, mikor így hozzászólnak, akkor imádnak úgy kibontakozni. Ismerik az ilyet. Na most ilyenkor én általában, bocsánat, a kérdés mi volt? Én közbevágok, mert nem lehet kivárni ezt a fecsegést. Azt mondják, hogy a nők fecsegnek, de nem igaz. A férfiak fecsegnek, csak nem azt mondjuk, hogy fecsegnek, hanem azt mondjuk, hogy de nagy tudása van. Szóval csak szoktam mondani. Egyébként, hogyha életben találkoznak ilyen nagybeszélővel, egyébként szörnyű élményem volt, pár hete voltam műegyetemen egyetemistáknak, és a fecsegésről beszélve mondtam, hogy hát olyan, mint a Tordján Józsi bácsi volt, és néztek rám, hogy az ki. Gyerekek, egy generáció felnőtt azóta, szörnyű, borzasztó öregnek éreztem magam. Hát, hogyha valaki fecsegővel állnak, mert van ez a huszon mondom, akkor állni kell, figyelni, nem szabad semmit, még csak levegőt se venni közben, csak nézni. Semmi igen, vagy persze, szóval semmit nem közben vágni, nézni. És ahogy ő belefullad a saját mondata végébe, akkor az állnok bosszú, a legelső gondolatára kell válaszolni, mert azt ő már addigra tökre elfelejtette. Na, és a másik rendezvényeken a viselkedéshez ugye vannak ezek a zónáink, erről már többször előadásomban beszéltem, az intim zóna, stb., tehát azok a különböző területünk, amiket úgy valahogy érzünk. Az első az a pozitív az kifejezés, és nem minden nap ébredünk úgy föl boldogságba, hogy szerda van, de nem igazán. Na most protokollos rendezvényesnek soha, pláne nem, de egyébként másnak se éri meg, hogy ilyen napon van, ne legyen. Mert a vendéget az, hogy nekem fáj a fejem, az kurva, bocsánat, egyáltalán nem érdekli. Tehát nekem mindig villogni kell. Nekem éjjel kettőkor elment a delegáció, másnap piszka jött a másik, akkor ugyanolyan vidáman, boldogan, mert ő az érdekli, hogy én őt hogy fogadom. Tehát megjön neki, gyülekeznek a vendég, jaj, magának nem fáj a feje, én nekem... Szóval ilyen nyilván, hogy nem, hanem mindig toppon kell lennünk. Tehát nekünk a rendezvényeseknek az az élet értelme, hogy a rendezvény sikerüljön, és ehhez én tündököljek. Nőknél javaslom a krémpudert. Az remekül elfedi ezeket a mindenféle reggeli borzalmakat, ami a tükörben van. Ápolt haj, ápolt kéz, minél fáradtabbak vannak, annál világosabbak. Tehát föl kell tuningolni magunkat. Férfiként pedig, hogyha valaki ilyen munkakörben dolgozik, vagy általában a férfiaknál mondanám, vagy tanult ember szerepben dolgozik, tehát, hogy mondjam, a fejvel, akkor
annak minden nap meg kell borotválkozni. Ha arcőrzet, lássam, hogy mellette ápolja, mert van az a műborosta, ami csak úgy kinől. Ez a latin szerető, ez a banderázék, ő a éjszakán volt. Nem volt időm megborotválkozni. Én egy ilyen borostát meglátok, mindjárt az aranykarláncot keresem, mert szervesen összefügg, és nem mondok hosszú szavakat, kész. Szóval máshova rakom be. Hát meg elejénk, már 30 éve őket látjuk, hogy a elejénket, és Kállai Ferenc mondta, hogy a férfiak, hogy öregszenek, fejre híznak. Olyan kammacska fejük lesz, és ahogy úgy bekammacskásodik, rágedi, hátra majd a borostától, nem látszik, ez milyen csomósan őszen így össze-vissza jön kifele, mint a Barcelonánál. Tehát az arcozatnak is az ápoltság, hogy legyen az körbevágva, hogy hamán az az arcozat. A férfi frizuráról meg csak annyit mondanék el, nem tudom, tudják-e, mire gondolok. Szóval ez a teljesen fölkopaszítva és fölmarad itt egy ilyen búb, az nem igazán konzervatív megjelenés. Tehát csak mondanám, hogy azt olyan nagyon nem kéne. Na de menjünk tovább. Ez az intim zóna, búrok, az a fejméter, hogy ne álljon senki közelebb, hogy a székeket hogy rakom ki, megvan a 70 centi szék középtől szék középig. Egy teremben hányan férnek el? Tehát ugye 70 négyzetcentiméter egy ember, állófogadásnál meg mondjuk egy egész, tehát nem szabad bezsúfolni az embereket, mert akkor nem fogja őrezni magunkat. A találkozásnál pedig ugye a szemkontaktus nagyon fontos, pláne akinek ez a munkája, vendégeket fogadni is, nézni, bólintani, köszönni, tehát állandóan, nem nagyon telefonom, mert a vendégekkel kell foglalkoznom, rájuk kell nézni, tehát a szemkontaktus tartani az a legfontosabb. A második az a köszönés. Na most aki belép, köszön. Hát, de nem köszön. Tehát aki belép, köszön, én még egy liftbe is belépek, ott is köszönök, és nem az, hogy van, aki fogadja, hanem azért, mert én köszönök. Egy bevásárlóközpontban is köszönök. Tehát egy rendezvény helyszínénél a bejáratnál legyen egy olyan segéderő, aki ráköszön a vendégre. Ha már begyöttél, miért nem köszöntél, legalább én rád köszönök. Tehát a köszönés. Kiköszön előre, azonos neműeknél az idősebbnek köszön a fiatal, vegyesben pedig a férfi köszön a nőnek. Egyébként meg ne csináljunk rendszert belőle, embereket meg kell tanítani. Hát ugye benne a parlamentben több mint 12 éven keresztül ez 7 miniszterelnököt szolgáltam. Nagy volt akkor a fluktuáció. Új kollégák jöttek és mentek a parlament folyosón, én megmondom, köszönni csak kéne. Új fiatal kollega, én mondom, hogy jó napot kívánok. Jó napot kívánok, még vissza nem köszönt. Legközelebb már 10 méterre köszönt, vagy ha nem fogadja, nem adom. 5-ször köszöntem, én többet nem. De igen. 5-ször, 8-szor, 10-szer, 20-szor, legfeljebb találkozunk a büfébe, azt mondom, na, hogy ismerkedjünk már meg, próbáltam már önnek köszöngetni, ha megengedi engem görögi bolyán. Embereket meg kell tanítani. Vagy aki pedagógus, hogy a gyerek szokja meg, hogy köszönteni kell a tanárt, köszönjön neki. Nem tudom, pedagógus van-e itt a körben, de ott lenne egy pár tanácsom, szoktak meg is hívni, külön szoktam velük beszélni. Ha meglátnak egy gyereket ez a kapuszniba, azonnal le kell húzni a fejéről. Engem nem érdekel, hogy emberi szabadság sárba tiprása, épületen belül leszedni a fejéről. Megyek lopni, szóval azt nem jó. Na most a jó napot kívánok a normális köszönés. A jó napot az kevés, ugye, vegye le a kalapot, jó napot kívánok. A kezicsókolom az pedig a hölgynek jár ki. Tanult ember, aki nőből van, jó napot kívánok. Hölgy, az pedig a kezicsókolom. És van még ez a hello. Soha nem láttam. Belép, azt mondja, hello. Ez meg nem egy szó, mondhatna az, hogy Zeller. A hello az a kialakult, tegező, szia, szevasz, körben rendben van, de a hellósra a válasz, jó napot kívánok, mert soha nem láttam, jó napot kívánok. Ő nem vesz észre és tovább tegez. Na most ez gyakori probléma, a tegezés kérdése, ugyanis a tegezés nagyon elterjedt, mindenki tegez, de például rendezvényesként a vendégeket jó napot kívánokkal fogadom. Legfeljebb, ha van közte, akit már egyébként tegeztem, az tegezve. De amikor beszélni kell emberekhez, felit tegezem, felit magázom, mindenkit magázni kell. A maga szól mindenkinek, fölül kell szólítani. A tegezést az csak a nő kezdheti el. Tehát urak, az, hogy tegezhetlek, ez van tegezve van mondva, meg kell üzenni kolléganővel, szólj már neki, hogy kezdje el. Tehát vendéget mi mindig magázunk, legfeljebb, hogyha ő elkezd engem tegezni, akkor hát megtisztelő, én is meg fel akartam ajánlani, akartam még kicsit várni vele, de megtisztelő, és nem szólunk hozzá utána már, vagy szabadnak kérhetném, szóval ez az igen nélküli kommunikáció is belefér.
Aki meg közszereplő, az szokja meg, hogy magázza az embereket. Lemegy piacra, mondjuk egy önkormányzati képviselő is, akkor ne menjen szakadt sportruházatba, joggingba, meg félretaposott sportcipőbe, mert én most a népgyermeke vagyok, mert ő nem a népgyermeke. Ez Amerikában igaz, mert ugye 200-201 éve demokrácia van, ott az elnök egy az emberek közül. De európaiságunkban nálunk, hát 1000-2000 éve mindig volt hol egy király, hol egy földes, mindig fölnéztünk arra, aki vezet. Tehát ő nem egy közülem, mert ő a képviselő, vagy ő a miniszter, ő több, mint én. Az átlagember az föl akar nézni rám, nem haverkodni akar, mint Obama a McDonald's-ba, hanem ő valaki más. Tehát nézen ki, és a lakossággal leáll beszélgetni, akkor magázva kell nyilván beszélgetnie. És mikor, hogyha a férfivel is áll le mondjuk egy férfi, azzal is magázódnia kell, mert nem őriztünk együtt libát. Az ön az a távolság, maga az a szín, de legegyszerűbb, hogyha valakit megszólítunk. A megszólítás módja egyébként szintén sokszor fölmerül protokollban. A biztonságos az a rangúr rangasszony. Magyarországon két kivétel van. Az egyik, hogy a nagyköveteket excellenciás úrnak kell hívni, a tanácsos azt már nem csak a nagykövetet, az excellenciás, és az egyháziaknál vannak eltérések, de a honlapomon az külön föl van írva, hogy milyen érsek, püspök, mit tudom én, kinek mit kell mondani, azt meg tudják ott nézni. De a rangú rangasszony az a biztonságos. És aztán jön a készfogás, de most a pandémiánál a készfogás ugye megszűnt, kezdték először ezt a lábösszeütegetést, megbillenhettek, aztán megjött ez a könyök. Ez a könyök puszi, de én még nem látom embert, aki ilyenkor ne röhögne föl. Magyarán nem kell, pláne rendezvényesként, nyilván nem fogok egyenként mindenkivel, de ránézek, bólintok, köszöntöm, és megvan oldva az egész, hát szememmel fogok kezet. Amire viszont ki kell térnem, ez mostanában ez az ököl. Na most, ha jön két férfi, és eltalálja, hát azt mondom, rendben van, ha nem, akkor már nem. Én mentem egyszer egy helyre, és mindig a fogadó félnyújtásának ezt jegyezik meg, hogy akár férfi, akár nő, aki fogad, az nyújt előre, mert én fogadlak téged. És engem egy férfi várt, és jött felém így. Hát én meg lányozzavaromban, így csináltak, beleöklözött. Az, hogy egy nő így, ezt elképzelni nem bírom. Tehát eszetekben ne jusson lányok. Tehát a készfogás, ugye a korrekt csípőmérség elalak, és át kell fogni a másik kezét, kicsit meg kell szölteni, meg kell rázni. Ha jön mondjuk egy miniszteri delegáció, és én fogadom, nem én fogadom, mert rendezvényes vagyok, hanem majd ő fogadja, mert ő hozzá kísérem oda, tehát ilyenkor nem nyújtok kezet. Köszönök, és tessék parancsolni erre fáradni. Aki viszont fogadja, az már a miniszternek is előre nyújt, mert én fogadlak téged. Nagyon gyakori férfi hiba, hogy ez a mutatóujj, ez nem zárul le ide, a középső mellé, hanem ide be. Egyszer egy rendezvény a végén oda jött hozzám a főnök, nagyfőnök elköszönni így. Hát mondtam, ez én már regasszom vagy. Tehát nem. Na, a következő burok az a másfél méter, az a döntés távolságra. Bármikor arra akarom a másikat rávírni, hogy döntsön, egy asztalnál egymással szemben kell leülni. Tehát nekem egy tárgyalást kell mondjuk a hivatalban megszerveznem, jön egy delegáció, akkor az asztalnál egymással szemben, vagy lányok, szakítani kell az alapasival. Olyan presszóba kell menni, hogy normál magasságú asztalka legyen, és akkor az ilyen, maradjunk barátok. Tehát ehhez kell egy asztal. Tehát egymással szemben. Na most ezt szintén mentem egy helyre, és a házigazda, hogy intett, leültünk, de az nem asztal volt, csak olyan 70 centis pad. És ahogy leültünk, összeért a fejünk meg a térdünk. És ő így csinált. Na most aki így van, nem lehet beszélgetni, az ilyen, zártam a otthon a gázt. Akkor figyel, mikor leteszi, ha önökkel bármikor bárki mer így leülni, van egy technika, én kipróbáltam, meg kell kezdeni nézni a honnanját, ment el, lekapja a karját. A tárgyalásszervezésénél, akinél munka, tárgyalásszervezése, egymással szemben leülnek a vendégek meg a házigazdák. Melyik oldalra üljenek a vendégek? A lényeg, hogy a vendéget mindig kifele nyitom. Nem az számít, hogy ajtónak háttal van-e, hanem az számít, hogy ő látja a nagyobb oldalt, ő látja az ablakot, a vendéget kifele nyitom. Egymással szemben leül a fő vendég és a fő házigazda, és akkor jobbra-balra az ember. Ez azért jellemző a protokollra, mert ez a fő vendég leül ezzel a fő házigazdával, és tudja, hogy vele soha többet nem fog találkozni, viszont memorizálja, hogy ki az, aki a jobbján ül, mert ő lesz majd az ember, akivel majd én kommunikálok.
A tárgyalóasztalat ugye föl kell készíteni, ha lehet, akkor abroszt ne rakjunk rá, mert ezen csúszkál minden, tehát ott dolgozás van és nem evés. Fölrakjuk a vizeket, kis tálca, kis szalvéta, maximum 3 pohár és 3 kis üvegvíz. Tárgyalóasztalnál semmifajta függőleges tárgy nem lett, nagy üvegvíz. Hogy jön a kérdés, hogy megölte a szomszédját? Hát, ha nem tőlem kérdezte. Tehát laposnak kell lenni mindennek. Esetleg a világdísz még, hogyha van, de az is inkább 2 oldalra, és nem pedig a 2 ember közé, de az nem is annyira fontos. A lényeg az, hogy a víz legyen fönn, más nem. Ellen példa, külügyprotokollnak ez a mániája. Amikor még bent dolgoztam, akkor is sokat szenvedtem a külügyprotokollal, mert ők mániákusan, hogy minden tárgyaló félnek 5 sós, 3 édes ki legyen téve. Na most ugye mi van? Takarítani énik álltak az oszlopok mögött, és a delegáció kiment, akkor becsomagolták. Meg ez az asztal, hát nézzék, mert szerintem a protokollosoknak későn szóltak, hogy többen ülnek le, mert hát nem férnek el. Erre a pici asztalra középre egy ilyen szép nagy virágdísz fő van rakva. Mindenkinek egyenként ilyen víz, olyan víz, gyümölcslé, 5 sós, 3 édes. Oda se férnek. Meg hát azt elgyügyekezni egy ilyen asztalnál, hogy leülnek, és akkor azt mondja a Putyin, hogy hát akkor a Paks 2-t, ha megbeszélnék, tényleg vazsak. Hogy senki nem fog enni, vagy amikor a Putyin beszél, akkor a Szijjártó majd majszol egy pogácsát, a föl nem merül. Tehát tárgyalóasztalnál nincs fennennivaló. És ezt a külügynél nem tudom, hogy bármikor gyáravatás a környéken, bármikor lehet, hogy a Szijjártó jön, 5 sós, 3 édes. Ő annélkül le se ül, tehát azért az legyen, még ha nem is eszi. És a kínálás. Ugye a kínálásnál a alapkülönbség, hogy magánéletben ugye a rangidős nő kap elsőnek, de protokollban nem számít az, ha valaki nőből van. Ezt se sokan hiszik el nekem, hanem ott a rangsor számít. Tehát nem az, hogy nő vagy férfi, hanem mi a rang. A rangsor szerint kell kínálni. Nagyon jó példa, Erdogánhoz ment ki az EU tanács elnöke, és a tévében láttuk, hogy az Erdogán meg az EU tanács elnöke ott ülnek a két fotelban, és a kanapén így oldalt ült a von der Leyen asszony. És minden, hogy nő, meg oda, meg a kanapén. Ez így volt helyes, mert ő csak tagja volt a delegációnak. Mondjuk én kiraktam volna 4 fotelt, de hát nem engem kérdeztek szerencsére, de ez így volt helyes, tehát ott nem számít, ha valaki nőből van, ott a rangsor számít. És ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják. És elsőnek van a fővendég kap, és a fővendégtől szépen jobbra körbe kínálunk, akkor nem az, hogy vendég egy, hanem akkor menjél szépen kifele. Hogy nézen ki egy kávé? Európa Unió és a fekete kávé. Kis tányér, csésze, füle jobbra. Jobbra a kanál és balra 3 szemcukor, és nem zacskós. Mert mi van, ha a vendég, ugye jobbról kell tenni neki, megkapja a zacskósa. Tárgyalnak. Ezt fő kéne szakítani, oppa, az egész mellé ment. Papírt hova tegye? Hát csésze mellé. Fölemeli ezt a kávétejszint. Nem tudom, ki találta ki, vagyont keres vele. Na végre fölszakad, ezt meg nem lehet önteni, mert automatikusan alá megy, és csak így huppantani lehet. Hova tegyed csészem mellé? A csészét fölemeli, ez a 2 szem megy. Miért nem jó ez? Mert a szemkontaktus lement ide. És akkor mondja a másik, hogy maga megölte a szomszédját. Igen, egyszerűen fogalma nincs, mit beszélnek hozzá. Tehát kockacukor. És amihez ragaszkodom, bármilyen szinten, akár iskolába vendég jön, vagy céghez jön, vagy programos, vagy bárhova, a kávé mellé mindig le kell tenni egy kis pohár vizet. És nem azért, mert a bécsi flanc meg a kávézó, hanem reggel beérnek a munkahelyükre. Jaj, egy kávét. Megisszák? Semmi. Még egy kávét? Semmi. Mármint a kocsiból gyerek, így állnak a kávé. Legkább az első sűrű feketét, hogy megisszák, mindjárt rá kell dobni egy pohár folyadékot, mert az szétoldja és felszívódik. Fölébredek, plusz kiveszi a szájból a kávészagot. Tehát bármilyen vendég kávé mellé a víz, az ott fog leállni, gyerekek, ugye jó helyen voltam. A teját, azt meg nagyon imádom, mikor úgy hozzák ki, hogy lók beölle ez a madzag. Lányok, meg nem mondom, mire emlékeztet. Ez akkor jó ez a zacsis teja, ha magamnak csinálom. Száraz csésze, zacsi, és rá a forró víz. De vendégnek, ugye a vendég megkapja a madzagostól, akkor ki kéne szed, ráteszi a kis kanalat, belerottyintja, a madzaggal préseli, ha csak el nem szakad, és azon megint megvette a szomszédját. Tárgyalásra a teját előre megfőzve kell bevinni. Egy jó minőségű, nem banános, hanem semleges, fél erősre főzve kanálcukor, és azt úgy viszem be. Na, a
szintén rendezvény része. Nem jót nyomtam most már. Ez a technika megint lehagyja. Na, az időpont. Ahogy már mondtam, hogy késés nincs, rendezvényes meg eleve ott van legalább fél órával hamarabb. Tehát olyan nincs, hogy ő késsen, az kizárt dolog. A tolmács, hogyha tolmácsra dolgozok, a tolmácsnak is ott kell lenni ideje korán, hiszen ő rá se kell, nem szabad várni. És a vendéget ugye hogy kell, mert ugye azt mondtam, hogy késés nincs, de ha mégis, hogy kell a vendéget várakoztatni, mert a főnök nincs még ott, de a vendég már megjött. A titka az asztal két székkel. Nem baj, ha ez nem ilyen fotói, meg minden asztal két székkel, és az egésznek az asztalka a titka. Az asztalon ne legyen fönn több heti újságtermés, meg a reklámlapmán porlet kifele, meg egy fél zacskó tej, mert akkor a vendég egy ilyen asztal mellé ül, és ideges. A vendégváró asztal üres. Van rajta mondjuk egy helyi képes valami bemutató album például. És akkor emellé a vendég úgy mellé ül, mert ez neki van csinálva. Na most a vendéget ilyenkor meg kell lekínálni. A legszörnyűbb, azt mondom, hogy mit szabad addig önnek hoznom? Ugyanis kávét fog kérni, és mire a kávét hozom, 7 centig megjön a főnök. Most az a fél kávét most akkor... Vigyem utána, vagy ne vigyem utána? Tehát mit kell mondani? Szabad addig önnek hoznom egy ásvány vizet? Azt legfeljebb nem issza meg. Azt mondja, hogy kedveske, nem hoznom mégis egy kávét? Akkor átmegyünk szőkébe, mert a szőke az nem hajszín, hanem állapot. De nagyon szíves, ez a szempilla. Nagyon szívesen, csak azt hittem, hogy a főnököm magát vártam már a kávéval, és akkor gondoltam, hogy együtt tisztálk a kávét, de szívesen hozok legfeljebb, bevisszük, ha marad, jó? Hát, hogy érezze, hogy rosszat szól. Megjön a vendég, hogy kell, ja igen, a lekabátolás. Vendégnek a rendezvényes, akár férfi, akár nem, nem férfiként és nőként vagyunk ott, hanem tanult ember, ugye rendezvényes protokollos, szabad a kabátját. Minden férfi leveti, odaadja, fölrakom. Távozásnál uram a kabátja, ő elveszi és fölveszi. Kivéve a kórajait, az odalöki, és még az ujját is úgy húzza ki, hogy én közben tartom a kabátot. Na, ennyit a kórajaiakról. Szóval zsigerből tudják megalázni a nőt. Hogy kell valakit kísérni? Akkor megérkezik, akkor nem azt mondom, hogy tessék, parancsoljon, mert akkor elindul és kóváljon, merre kell menni, hanem előtte megjön, előtte fél vállallal tessék parancsolni, ha beszűkül, megint megyek, mindig előtte kell fél vállal menni. Ajtóhoz, ha érjünk, kimenjen be elsőnek, mondják, hogy a nőt kell előre engedni, kivéve a kocsma, a repül a kés. A hír igaz, tehát nyilvános hely, kocsma, büfé, McDonald's, étterem, bármi, oda a férfi lép be elsőnek. És ezt lányok, nem tudja a párunk, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra. Van egy olyan könyvem, hogy a nagyvilági hölgy tanácsai, a könyv 200 éves, ilyeneket tud leírni, hogy úrinő nem fogja meg a kilincset. Hát jó sokáig kimekben maradnánk azért, vagyok őszintén. Mondjuk erre egy példa, hogy Diana hercegnő jött, és Antal József fogadta. És ugye fölkísértem, és meg volt beszélve, hogy 20 perc. És 19 perc után, hogy az ember ilyenkor halkan benyit, megkeresem a főnököt a szememmel, jelzek, és ő vagy azt inti, hogy hagyjam békén, vagy azt mondja, hogy de jó, hogy jöttél, és kijövök. Nekem mondta, hogy de jó, hogy jöttem, kijöttem. És utána láttam az ajtó alatti fénycsíkba, hogy ott állnak az ajtóba. De nem jönnek ki. És ilyenkor fél perc, borzasztó hosszú idő, ugye miért nem jönnek ezek onnan ki? Halkan benyitottam, és mind a ketten megkönnyebbültek, mert Antal József nem akarta kirakni. Diana meg nem fogja meg a kilincset. Ha én akkor nem megyek be, hát ha még mind a kettő élne. Na, lépcsőn le, lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy, a gravitációtól hátulról kell védeni. Elől megy a nő, alatta megy a férfi. Hát a szoknyája alá lát. Urak, az ilyen picinke alá kell, az azért rövid. A normál szoknya alá meg hát 2-3 lépcsőfokkal nem egy rendező el. Aki meg lefelé megy, meg lefelé lépott, meg előtte kell kicsinkével menni. A másik ábra az a első benyomás érték, amire vigyáznunk kell, mert nem azt hiszem el, hogy mit mond, hanem hogy hogy mondja. Mert ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy kint lesz meglepi, vagy amikor viszai lesz meglepi. Ha meg azt mondom, hogy leszes, menjen ki! Tehát milyen hangsúlyjal beszélek. Itt milyen hibák, mert sokkal jobban azt hiszem el.
Milyen hibák tudnak lenni? Az első, hogy soha nem szabad hangosan beszélni. A hangos beszéd mindig agresszivitás. És például nem tudom, hogy van-e itt valaki étteremből, szállodából. Ha csak egy vendég van, már az is 100 vendég, annak a fejse kiabálok át, hogy Jenő, hozzá már még 2 szalvétát, mert ott ül a vendég. Tehát ez a legborzasztóbb dolog, hogyha, vagy rendezvényesként is, hogy a vendég felett nem beszél, és ha már egy vendég van, már a feje fölött se kiabálok át. Hát ez egy fizikoterápiás helység, én fekszem ott, hát enyhén idealizálva. És rajtam a 220. És fölöttem, hogy mit főztél, hoztál be, akkor beszélgetnek fölöttem. Hát milyen megalázó, vagy lányok a fodrásznál. Ülünk, és a 2 fodrászcsaj beszélget, hogy aztán a Máté kizet azt mondja nekem, beszélgetnek. Ilyen mi ülünk, mint a hülye. Ilyenkor oda kell fordulni, hogy tényleg a Máté? Vagy valamit, hogy érezzék, hogy ott voltam. Hát mondom, vendégek feje fölött soha nem beszélünk, hát hangos beszéd nincsen. A másik, ami hiba szokott lenni, ez a fejhang. Ez a voltunk shopizni, ittunk üccsit, megvettük a kari arit. Ez a karácsony ajándék különben, nemrég tudtam meg. Ez azt jelenti, hogy én vagyok a hülye, vagy az, hogy te. Ezt azért mondom, mert nagyon sokszor beesünk ebbe a hibába, rendezvényesként is. Ez a fejhang, mikor így mondom valakinek, ő tudja, hogy ő hülyének van nézve. A nővérke, hogy és akkor hetente jöjjön vérnyomás mérni, és akkor napi 3-at szedjen be, én megszedem 20 éve. Tehát ez a fejhang, ez nagyon, gyerekkel se fejhang, vagy nem hülye, csak kicsi. Ez a fejhang, ez nagyon megalázza a másikat. Tehát ez nem aranyoska, hanem ez megalázó. És ezt használjuk föl egyébként rendreutasításra is, de úgy, hogy nem úgy, hogy ronda a cipőt, hanem de jó ez a harisnya szoknyával. Hát a cipő nem, de ez a harisnya. Ha bármikor negatívat kell mondani, mindig egy pozitívval kell kezdenünk, mert a negatívot odavágom, a másik becsukódik, és soha többet nem tudom meggyőzni. Tehát ilyen metamódszerek vannak, hogy hát késett egy kicsit, múltkor sikerült időben idejönni, annyira jó volt, nem késett el, hát most nem sikerült, de az a múlt heti. Tehát, hogy mondom meg? És a másik az agresszív emberkezelés, üvöltő ember. Itt áll és üvölt. Az első egy szellemi rákészülés, mély filozófiai, miből hozom a példát, parafrázis szinten, mikor azt mondja a malacka a micimackónak, hogy te micimackó, mit csinálsz, hogyha egy borzalmas fene vagy, azt mondja, hogy hú-hú. Hát azt mondom, hogy tra-la-la. És azt mondja neked másodszorra is, hogy hú-hú. Hát azt mondom másodszorra is, hogy tra-la-la. És azt mondja harmadszor, azt mondja malacka, harmadszor nem fogja mondani. Itt áll és így volt micimacka effektus, már jobban vagyunk, nagyon sokszor használ, az ember lenyugszik. Arcunkra fölveszük ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni című arcunkat. Nőknél ajakrésre nyitva. Na most nevetni azt nem szabad, mert kilóg a lóláb. Az ember, mikor nagyon kéne nevetni, és nem szabad, mert hányszor van ilyen nekünk, akkor a következőt, a szemöldönket kell összehúzni kicsinkét, nem teljesen, mert attól még nevetek, hanem tartani kell olyan, közben most akkor nem tud fölmenni a száj, és nem szabad megszólni azt, hogy de, vagy én, mert akkor rásoljon közben újra kezdni. Hagyni kell. Ez annyira jó, az ember ott áll belül már nagyon kacag, az meg ott nagyon üvölt, és amikor kipukkad, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Na, de a legtöbb az a látott információ, a lényeg, hogy nem csak rendezvényesként, protokollosként, hanem bármilyen munkát végez az ember, aki emberekkel állunk szóba, mondjuk egy elefántcsontoronyban egy levéltáros nyilván nem, de aki emberekkel áll szóba, a másikra való figyelést kell produkálni, mert aki én rám figyel, az nagyon rendes ember, és ez a fülső mellkasunk. Mikor anyukám mondta, hogy nézem, ha beszélek hozzád, nem így kellett, rá kellett fordulni. Tehát ez a felső mellkas, a ráfigyelés, azt kell felé fordítani. Na most a férfiaknak ha szokás, hogy fölrakják, mi nők nem, mert a mellünk útban van. Alté teszik fel ide a férfiak, mert mit csináljanak, vagy a váltam és a fülében minden. Ide nőtt ki ez a két kar, itt a helye. De ez itt lóg. Helyette a férfiaknak van az ilyen szabadrugás fogás. Ez akkor jó, ha nem beszélgetnek. Tehát gyülekezik az a közszereplő, nézelődik, de találkozik egy választópolgárral, akkor lenyit. Jó napot kívánok. Nem, hogy van? Hanem ezt le kell nyitni. Derék alatt nyitom, zárom. Zsebredugott kéz a férfiaknál nem szeretjük. Ez az ilyen kihajnem leszólás. Én láttam olyan politikust, és ez most kivételesen nem kormánypolitikus, ellenzéki politikus, nem is akárkit, néppel találkozott a piacon, egyik keze zsebredugva, és a másikkal fogott kezet. Hát mondom, levágom a kezét.
Hát mi az, hogy kézfogás közben zsebre a másik keze? Föl nem merülhet. Egyébként a zsebregből közben elég rosszul hadilábon állok, de kénytelen vagyok elfogadni. Erzsébet királynő jelenlétében is lehetett egy férfinek betéve a keze a zsebébe, mindaddig, amíg a királynő nem szólt hozzá, mert akkor ki kellett venni. És ha már zsebredugott kéz, begombolt zakóval, tehát kigombolt zakóval a poci maci, begombolt zakóval. Egyszer egy férfi kérdezte meg, hogy kedves Ibolya, ha bedom, előre felálljon a zakó, vagy hátrafele álljon a zakó. Hát mondta, nem, ne dugja a zsebre. Hát ha már, akkor előrefele, de nincs benne könnyűleg, ez kézfejig van csak bent, tehát nem a zseb tartja. A lényeg, hogy vendégekkel, emberekkel foglalkozva a felső mellkasomat nem zárom be. Nekem alapállásom volt a hátul összefogott kéz, ez a figyelek rád. Tehát akkor látszik a két mellem. Gyerekek, kettő van. Három mondjuk már. Ciki? A ráfigyelés. És ez mindenkit lenyűg. Hát ott volt kint kipróbálnom, gondolhatják, de én Kőbányán lakom, hát nem a rózsadom. Tízemeletes panel, tízemeletnyien elszégényedett tisztaság, milyen a mánia, pletyka, emberre jót nem mondanak, engem kedvelnek. Hogy értem én ezt el? Van a földszinten a Margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van minimum egy Margitka. Van, ahol kettő. 10 vendégből 5 Margitka. Ez a kultmérgező típus. Áll a kapuba. Ő a ház szervere. Lemegyek, mondom, jó reggelt, Margitka, mi újság? Eddig eljut mindenki. A sikeres életúthoz, fiataloknak is mondom, az új életkezdés, új munkahely. A mi újság után kezdjenek el figyelni arra, hogy mit mond. Nem kell több az emberi, vagy fiziológiailag fél percenként leáll, visszamegy, hát jobb esetben. Tehát rájövök maximum fél perc, hogy miről beszél, és a csúcsik, az aranykulcsocskája, kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem az, hogy igen, hanem hogy, és hogy történt, drága? Elkezdi mondani, nekem erre meg nincs időm. Tehát, és hogy történt, drága? Beszélünk majd még, jó, puszillom. Az egész másfél perc, a ráfigyelés. Hogy lehet ülve ráfigyelni? Most rendezvényes protokollos nyilván bennünket vendégülve nem lát, de ha mégis olyan munkakörből vannak, hogy ülni, például a tanárember katedra mögött is, zárt térdel, lányok, zárt térdel kell ülni, egyenes derékkal. A fotelben az elég nehéz, mert az ember beleül, másik kettő veszi ki. Egyszer egy cégnél voltam, ilyen gyerekbarát cég, és az előtérben babzsákok voltak, és mondták, hogy foglaljak helyet. Hát én ütődött meg beleültem, már az sem volt nagyon szép látvány, de hárman vettek ki. Tehát az embernek tudni kell, hogy hova üljön le. De protokollban csak karosszékkel dolgozunk, fotellel nem, mert a fotelben az ember beleül, vendég és innen néz kifele, a térde fönn van a nyakánál, tehát ott székben ülünk. Na most nők ülünk le, tesszük a lábunkat keresztbe, de nem szabad. Zárt érdel jobbra-balra, ha meg fölrakom, azt annyira mellé kell húzni, hogy bukacsont a lábszárhoz, lábfej lehajtva. Ugyanis mihegy kívül van a láb, lábrázás cipő kibe, az egyértelműen női szexuális felhívás. Minden, ami a lábra visz a figyelmet. Hát urak, mennek az országúton, ott állnak a lányok. Honnan tudod, hogy ki vár a buszra, és ki nem a buszra vár? Hát mi van a lábán? Nec, harisnya, piros cipő, vagy semmi sem, lemegy a figyelem, ott vagyunk, ahol különbözünk. Ha én meglátok egy nőt, hogy rázza a lábát, nézem, hogy hol van a férfi, mert a szétsencsik, hogy az valami. Na a férfiaknál meg ugye az égtelen nagy terpeszbe, aki meg a Majka, meg a Győzike, meg az Aurélió, meg ezek a celebek. Ja, celeb, múlt héten hallottam, kerüli, mint celeb a könyvesboltot. Na, tehát nagy terpesz. Szarvasbikák harca, a bika nagy hátsó terpesze. A comb belső oldalának a mutogatása, ez a belső comb, ez a vezérhím. Ezért kell nekünk zárt érdelni, lányok. Hát minél nagyobb a terpesz, annál kisebb neki az agya. Na, öltözködés, nagyon kevés idő maradt öltözködésnél. Azt kell fölvenni, amit el akarok hitetni magamról. Nem az, ami a divat. Mert a divat az nagyon hamar divatja múltá lehet válni, és maga nevetséges. Stílusa legyen. Hát az meg azért életveszélyes, mert az nem örök. Valaki 20 éves korában eldöntötte, hogy a bőrruhás rock lady. De ma már 70 a szerencsétlen. Szóval én az eleganciára is közöm. Az elegancia, az a rendezelem, az elegancia, az a megjelenés intelligencia. Az elegancia az nem pénz. Az elegancia az tartás kérdése. Egy szoknya, blúz, egy sál és elegáns. Tehát az elegancia bentről kifele. Elegáns nő nem kócos, elegáns nőnek nincs kinyúlva a pulcsia. Elegáns férfi meg van borotválkozva, nem ló ki az inge a farmerből. Tehát az elegancia bentről jön kifelé. És hogy rendezvényre mit vegyünk fel rendezvényesként?
Én ezt a varnyút, ez a fekete-fehér, vagy tiszta-fekete, borzasztó, nagyon deprimálja az egész közönség, a temetésre jött. Nem igazán, nem mindig az elegáns. Nyilván egy esti, egy operaház, minden akkor igen, de egyébként, amire én esküszöm, és nekem nagyon bevált, ez a piros-fekete. Nekem legalább 4 piros blézerem van, csak a lényeg, hogy lefele feketed, lefele sötétedni, tehát a tiszta pirosban nem lehet. Csak lefelé sötétedni, az az elegáns. Oda vonza a figyelmet, ő a rendezvény, és nagyon, nagyon jó vizuális értéke is van. Ez alkalmi, erre hozzátenném, úgyhogy vannak itt pedagógusok is. Tanévnyitó, évzáró, érettségi, ahol a gyerek kiöltözik az ünneplőibe, a tanárnak is ünneplőbe kell lenni. Tehát azért csak, mert ő a felügyelőtan az érettségén, nem menjen oda a farmerben, meg a kinyúlt felügyelőtos pólójából, hogy ő csak a felügyelő. Mert az a gyerek ott érettségizik. Tehát a tanárnak is kötelessége megadni azt a tiszteletet a gyerekeknek, amit ők éreznek egy ilyen rendezvényen. A szoknya hossza ugye övnyi nem takar, hanem mutat, combom van, agyam nincs. A félcombig érő akkor jó, ha valakinek álomszép lába van, térde mindene, és nem múlt el 25. Na jó, 30. Tehát ez kor és lábfüggő. Nincs nevetségesebb, mint egy 50 éves tanárnő gyönyörű lábakkal és minibe. Hát minden gyerek röhögi. A térden felül 2-3 centi a tuti. És a főső részén rendezvényesként, közszereplőként kiállni, lányok, soha nem lehet ki ez a vállöv. Ez mindig a nőt jelenti, a dögöset. Templomba be is kell takarni. Tehát nyáron is egy ejtett válló, vagy egy könnyékig érő a főső rész, vagy egy kis vékony top és rajta egy kigombolt blúz. Tehát a vállunkat takarjuk. A dekoltás meg azt tudja minden nő, hogy egy férfi számára a női arc, az valahol itt ér véget, mondták, nem tanárnő, ott kezdődik. Hát a kirakod a bögyödet, effektíve a bögyödhöz fog beszélni, mert nem bír másra. De férfiak. Ja igen, még a nőknél lefele sötétedni kell, tehát a fehér cipő az csak a menyasszonynak való, lefele sötétedni kell. Férfiak, akiről most beszélünk, közszereplő, tanult ember, pedagógus, közszereplő, polgármester, annak kötelező, kérem szépen, a nyakkendő. Tudom, hogy utálják, de kötelező. Ütközésig kell fölhúzni, ez már rossz. Az rossz, amikor kigombolja és úgy húzza le, azt hívják úgy, hogy letoltgatja. Akkor már inkább vegye le, és ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot meg kell gombolni, mert a begombolt egy nyakkendő nélkül az a népi táncos. Tehát egyet meg kell gombolni, és nyilván nem szügyik. És a nyakkendő, mostanában már egyre másra nem látunk nyakkendőt a közszereplőkön se, politikusok is már jelennek meg, csak úgy kigombolva, hogy a népgyermeke, pedig nem a népgyermek, hanem az én pénzemen vagy képviselő élete. Tipikus például erre Hiller István, fantasztikus tudású, óriási, én imádom, a professzor, tényleg egy nagyon tudós ember, legkevésbé politikus, ő inkább az oktatáspolitikus, ahhoz nagyon ért meg, nagyon-nagyon művelt is. És valószínű, hogy a pártja mondta neki, hogy most ne hordjál nyakkendőt. És a tévében nincs rajta a nyakkendő, még a nyelve is összeakad. Tehát neki annyira kell az a nyakkendő, mert az tartja össze. Tehát amikor a tanult ember, az tudja, hogy attól ő csak több lesz. Hát egy ügyvédnél is, hogyha nem látok nyakkendőt, neki az egy valami a kókler. Tehát eleve a nyakkendő, az kiemeli. A zakónak a legalsó gombját nem szabad begombolni soha. Tehát a lentről számítva az elsőt, azt meg mindig be kell. Tehát ki föláll, akkor kibolt gombol, mert ülve ki kell gombolni, meg különben tyúkmele lesz. És akkor áll föl, akkor egyet begombol. Legfeljebb utána majd megint kigombolja, de egyet be kell gombolni, lentről számítva az elsőt. A férfi nadrág akkor jó hosszúságú, ha eltakarja a cipőt, de nem ér le a sarokra, ez fog vetni egy bugyot. Ha a bugy nincs, a nadrág rövid. Ha túl bugyz van, az mások. A három bugy az meg a harmonika. Egynek ellen is a zokni meg a cipő lefelé sötétebb. És a zoknit, urak, ne vegyenek meg bokafixet, mert ott a nadrág meg a zokni között, amikor az a szőrös lábszár kivillan, kész. Tehát hosszú szárú zokni. És hát ezt csak tényleg azért hoztam, hogy legyen valami szép is ma. És még egy, ugye home office, sokan otthonról dolgoznak, tanáremben otthonról tanít például. Tehát amikor otthonról kell dolgoznom, akkor a vizuális terület, tehát a vizuális térben, amit látnak ér rólam képernyőn, ott a tanult embert kell láttatnom. Tehát akár tanár, akár biztosítási ügynök, vagy bármi. Tehát azt kell láttatni. Most a rendezvényre mit kell fölvenni, azt a meghívón van rajta. Nagyon nincs időm már elmondani, a lényeg, hogy az honlapomon fönn van, hogy melyik mit jelent.
Azért írják rá, hogy, az, hogy ne legyen senkinek rossz érzése, hogyha alul vagy föl van öltözve, azt be kell tartani. Ha meg nincs ráírva semmi, hogy mit vegyünk föl, mi dönti el, ha az alkalom, amiből tartják a ceremónia, akkor sötét öltöny, fehér ring, a nőknek pedig valami sötét világos kosztüm vagy egyebek. Ha nem ceremónia, csak mondjuk egy fogadás, akkor hány órakor van? 6 óra előtt hétköznapi elegancia, 6 óra után sötét öltöny és ugye koktélruha a nőknek. Erről hoztam, de ezt nem tudjuk most végigbeszélni. Megérkezni egy fogadás, hogy állóson. Hogyha álló alkalmat szervezünk, állófogadást, akkor elsőnek a házigazdákat állítjuk föl, 3-4 házigazdát, és a vendégek kint gyülekeznek. És amikor a fogadósor felállt, akkor a vendégek jönnek be, és ott kezet fognak a házigazdával, de itt a fogadósorban szigorúan tilos leállni, beszélgetni, mert mögötte vannak 80-an. Tehát ide a fogadósorhoz a rendezvényszervező kollégák közül a legmarkánsabbat kell várni, aki mondhatja, hogy bocsásson meg, ha volna kedves bejjebb fáradni, össze fogom önöket hozni, utána tessék. Tehát aki beviszi onnan a vendéget. Ha meg a főnök akar beszélgetni, akkor ahhoz is oda megyek, hogy ha megengedné, akkor utána összehozom őket. Vagy menjenek be együtt, és akkor a fogadósor előbbre bukik egyel. Ha meg mennek vendégként, elsőnek a fogadósorhoz az lép oda, akit meghívtak, tehát önt és kísérőjét, akkor önt mondjuk legyen az egy férfi, oda lép a házigazdához, házigazdakhez egy kezet vonul, és bemutatja a feleségét, mert őt hoztam magammal. Mindig, akit hozok, azt kell bemutatni annak, aki már ott van, de már bent minden férfit a feleségnek. Tehát érkezéskor csak azért, mert őt hoztam, nem azért, mert a feleség, hanem őt hoztam, azt annak, aki már ott van, bent meg a nőnek a férfit. Fogadásom, mikor menjek oda valakihez beszélgetni? Ők állnak, beszélgetnek, odalépek, és ő kimosolyog rám, hogy jó napot kívánok. Akkor szépen tovább kell osonni. Meg kell várni, amíg rám nyit. Tehát figyelj, ez mennyi innen elfelé, ez meg, jaj, de jó, hogy jöttél. Tehát befogad, nem fogad. Mert ha nem fogad be, és én maradok, akkor ők beszélgetnek tovább, én meg ott állok, mint a bálám számára. Tehát meg kell várni, míg rám nyit. És a másik, rendezvényesként, protokollosként, hogy kell valakit leválasztani? Ez a főnök, és ráragadt a nyugdíjas latin tanár, helytörténész bácsi. És mondja, én meg már akarom őt szabadítani, hogy tudom leválasztani, hát semmiképpen nem úgy, hogy bocs, maga megjön, hanem megállok egy méterre más, megint rosszat nyomok, jaj. Bocsánat, ez a technika, ez neki, hát most megint elment. Mindjárt, bocsánat, csak mindjárt. Mi mindent elmondtam már? Hát le akarom választani, akkor akihez beszél, amögé beállok, hogy ebbe a látó mezeibe benne legyek. Ő engem észlel és kinéz rám, és én bólintok. Ő vagy boldogan, hogy tessék és ott hagyja, vagy visszarántja, hogy hagyjam békén, mert ő meg még tárgyalni akar. Én meg tudom, hogy lekési a repülőgépét, tovább állok, tovább nézem, pár másodperc, mert megint kinéz rám, én bólintok, és a szemét el nem veszítem, nem pislogok, tartom, és akkor választom, a szememmel zavarom be, és akkor választom őt le. Evés alkalmaknál, hát arról lehetne külön 2 óra hosszába beszélgetni. A lényeg, hogy az egy pohár pezsgő a ceremóniának kötelező része, és csak száraz pezsgő. Ha csak magyarok vannak ott, akkor lehet adni mondjuk fél édeset is, de alkoholmentes pezsgő nincsen. Itt nem meginni kell, hogy adjon már még egyet, hanem emelem poharam, és az, aki nem akar alkoholt, az azt veszi le, legfeljebb nem iszik bele. A koktélnál a falatokat hordozgatják, ez azért nagyon jó, mert ez nincsen teremigény, ez bárhol lehet, ez szállodahaljába, irodába, bárhol, mert hiszen minden csak így kínálunk. Ilyenkor a falatot leveszem, egyet, nem úgy, hogy már még vagy hármat, hanem egyet, és a fogpiszkálót meg nem szúrom bele egy másik falakba, hanem lerakom oda mellé. Ez a koktél nagyon mozgalmas, és nagyon sok embert lehet vendégül látni. Az állófogadásnál megvan a hosszú büféasztal, hideg, meleg, édes, sós, és a falnál vannak lerámoló asztalok.
Ezekre kell rátenni majd az elhasznált, szennyesedett, ezek a lerámoló asztalok. Tehát a büfi asztalnál soha nem rakok le szennyesedet, én még egy poharat se rakok le, hanem a pohárköszöntőt oda megyek, fogok egy szalvétát, ráteszek egy kis tányért, és a hideg előételekből, az ételsort betartom, hideg előételből akár többet is, de csak hideget. És állva egy villával leszem meg. Az ételem kötelesség, amit meg is lehet tenni egy villával. Ha nem, akkor már többet nem rendelek náluk. Utána lerakom a tányéromat, megyek egy másik fogásért, tehát egy melegért. Mert ugyanis mit csinál az újságíró, nem újságíró, hanem az újságíró, fölkapja a kis tányért, jól van egy kis svédgomba, töltött tojás, töltött káposzta is van, az a hal, egy kis sajtot, meg még három minyom. Megy a lerámoló asztalhoz, na mindegy, nem érdekes, megterít, szalvetta, kés villa, és mit nem mondjak, milyen mélységbe itt elkezd vagdalkozni. Ez mondjuk kabát ment bele, vagy a táska, de ha rövidlátó vagy pocakos, akkor ez. Hát ez már gyönyörű. Meg ez a könyökön, ezen se lehet így röbdösödni, lerakom a poharamat, eszem egy villával, tehát egy villával kellene elfogadáson. És amikor a kávét hozzák be, bármilyen alkalommal a kávét hozzák be, utána el kell menni haza. Ez azt jelenti, hogy menjél haza. Na, parlament, vadászterem, rengeteg fogadásunk volt, 200 fős, ünnepség zajlik, a másfél orszám múlva durván kezd bejönni a kávé, azt mindig feltűnően így kínálják be, kávébe, 194 el is megy, 6, a kemény mag, italpulthoz közel, már talált széket is, mert hogy már fáradt, hát ez meg nem addig van, akkor ez nem egy lakodalom. Oda megyek, jó esélyt kívánok, urak, remélem meg voltak elégedve mindennel. Kávét kaptak már? Na ettől bemozdul valami, azt mondja, hogy még egy italt nem hoz. Sajnálom, nem tudok ma több mindennel szolgálni, a fogadásnak sajnos vége van, többi vendég el is ment, uraknak egy taxit, ha gondolják, hívok, hogy figyelj, ki vagyunk rúgva, megmondom a főnökének. Még másnap soha senki nem mondta meg. És van még egy émálom, higgyék el, nem gurítok, mert minek gurítanék. Tanulja voltam nem egyszer, nem kétszer, nem ötvenszer. Kávébe vendégek mennek el. Diplomata, még nagykövet mondjuk nem, de már beosztott az előforduló, meg újságíró, meg elő a szatyrot, és a büfé asztalról szedegeti össze. Hát mondom, meg kéne nevelni. Oda mentem, mondom, ne csomagoljon be egyenként. Azt mondja, megtenni. Úgyhogy nem jött össze. Na, érzik, hogy nem tudtam én most mindent elmondani, amit akartam, mert nagyon-nagyon sok mindennek készültem, de ez arra, hogy most egy kis étvágyat csinálni, arra, hogy igenis kell törődnem egy rendezvénnyel, akár vendégként, akár házigazdaként, kérdezzenek engem, írjanak nekem, olvassanak utána, inkább, mint hogy tévesztenek, mert senki nem tud mindent, utána kell nézni mindennek, és akkor én boldogan segítek, és nyugodtan tessenek nekem írni. Most kérdése kinek van? Kérdezném én meg. Igen, tessék. A kétsoros zakó, az itt is van, meg itt is, annak a legalsóját, ezt az egyet, azt ki kell gombolni. Azért, mert ugye nagyon fölfeszül, tehát akkor nagyon úgy kell tudni leülni, hogy zakónál ül le, akkor mindig húzza meg, és üljön a zakó szélére, mert különben fölmegy a nyakán a gallér. A kétsorosnál, a bal a férfiaknál, igen, a jobb oldali alsó gombot nem kell begombolni. Na, igen, tessék. Van-e valami olyan jó tanács, amire felhívná a figyelmünket azon, akik benszorultak, hogy online rendezvények, hogy mennyire, mi az, ami másképp van? Hát igen, ezzel külön a pandémia alatt külön kellett foglalkoznom, azért is, mert meg kellett tanulnom, én sem tudtam, hogy van ez. És egy ilyen online konferenciára bejelentkeztem résztvevőnek, hogy lássam, hogy hogy telik. És mit látok? Megjelentünk ugye a képekbe, és az előadó, hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. A napirendi pontokat neki bejöttek a buborékok, és azt kezdte, amit hogy bejelentkezéseket ugye beírnak, az kapcsolja azt ki, mert különben a beszéde lesz oda, tehát aki tartja, annak ne legyenek ott ezek a bejegyzések. Aki meg résztvevő, annak nagyon kell tudnia,
hogy ott végig látszódni kell. Hát online iskola is, ugye. Itt vagyok ám, tanár, csak gyenge a wifi, kikapcsolom a kamerát. Aztán ki tudja, hogy tehát látszódni kell. És amikor látszódom, akkor ott vagyok egy konferencián, akkor nem kezdem el megenni még a vízlimet, reggel már nem volt időm befejezni, maximum ihatok. De hogyha a kedvenc kávés, elefántos, kis elefántos kávésbökrém van ott, az ezt mondjuk hetente egyszer az el kell mosni. Tehát csak mondom, tehát amikor látszódom, akkor nekem akár a home office vagy otthonról is, az a konferencián résztvevőként kell megjelennem. Most nem mondom az, hogy zakóba üljön ott, de innyakendőben már mondjuk a témától függően ülhet. Tehát a látott információ. Ami még fontos, nézzük meg tévébe, kapcsoljuk a szakértőnket. És a szakértő így beszél, így. Hát mondom, ez olvassa. Hát mi történik, neki ki van téve a laptop vagy a tablet, és ő automatikusan keresi a szemkontaktust a riporterrel. A kamera meg itt van. Tehát ha ott vagyok, akkor a kamerába kell néznem, és ez nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, nagyon sokan nem is tudják. A kamerába kell. Unoka Londonban nem tündük-a-puntika, nem tündük-a-puntika, bele a kamerába, akkor van a szemkontaktus. És ezt nagyon sokan eltévezték. Tehát otthonról konferencián ugyanúgy fegyelmezetten végig kell ülni. Ott vannak szünetek, akkor ki lehet menni, ezt azt megenni, vagy valami minden. Amíg engem látnak ott, az a fegyelmezet, mintha jelen lennék. Na, én szerintem, tessék. Nem is kell. Nem fontos, nem. Nem, ez majd kialakul. Ha az a férfi eltévezgeti, mert néha tegezve szól, néha magázva, akkor mondhatom, hogy tegeződjünk. De ha ő tartja a magázást, egy 80 éves úr pedig tartja, tehát az biztos vagyok benne, akkor én nem ajánlom föl. És a másik mondjuk, hogy ennyire öreg, nem, mert én sem vagyok mai csirke, nem arról van szó, de ha mondjuk nagyon öreg, akkor szerbusz Gizi néni. Tiszteletem Józsi bátyám. Tehát akkor az a fajta tegeződés megy. De nem kell, egyébként ilyen idősebb úrnak nem is jó, mert nem őt hozom zavarba vele, hogyha a tegezés felajánlom neki. Na, egy utolsót szeretnék adni ajándékot a végére. Van, akik ezt már hallották, de van, akik még nem. Ez egy verbális ajándék lesz, megköszönöm, hogy itt vannak. Ez egy Márai Sándor mondás a formákról. A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, véleményalkotás kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak továbbra is zakóban, és este, ha éppen vacsorázni hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon kedvesek.